jobban tartsuk be a védekezési szabályokat, erre kérnek a házi orvosok. A gyerekek is segítettek, két új utcát is átadtak a lakóknak. Újra pattog a labda, szezon kezdett a helyi női kézilabda csapat. Köszöntöm Önöket, ez a JTV híradója. A védekezési intézkedések sokkal szigorúbb betartására kérik a házi orvosok János Somorja lakosságát. A tapasztalatok szerint sokan nem veszik komolyan az előírásokat, és nem is élnek a könnyítési lehetőségekkel, mint amilyen az e-recept vagy a telefonos konzultáció. A városban ugyanakkor több pozitív, de jó részt enyhe tünetű esetről van tudomásunk. Maszkban, időpontra érkező betegek az egészségházban, azonban nem mindenki fegyelmezett, ezért a házi orvosok a védekezési intézkedések felelős betartására kérnek. A maszk, készfertőtlenítés és védő távolság mellett ilyen például, hogy mindenki telefonon egyeztessen először házi orvosával időpontot kérve. Ez megfázásos jellegű tünetekkel kötelező is. De a sok telefon miatt türelmet is kérnek az orvosok. Fontos, hogy online vagy telefonon írassunk gyógyszert, amit az elektronikus rendszer miatt bármelyik patikában tajszámmal kiválthat a beteg vagy megbízottja. Az ingyenessé tett influenzaoltások is ajánlottak, hiszen így sok kétes eset tisztázható lesz. A hamarosan megérkező oltások beadására valószínűleg külön idősávot jelölnek majd ki. János Somorján is több koronavírus fertőzött van. Naponta 5-10 embert tesztelnek átlagosan nálunk, ám egy-egy pozitív esetről tudnak csak a házi orvosok, mindenkinek enyhe tünetei vannak. Egészen enyhe, vagy maximum középsúlyos eseteket látunk, tehát tényleg egy pici nátha, egy pici köhögés, egy pici torokkaparás vagy torokfájdalom, ami jellemző, és fontos, hogy ezekben az esetekben tüneti szereket ajánlunk. A százas papírzsebkendőtől, a különböző szopogatós tablettáktól, az egy gyógyszereket én nem mondhatok, de a nátha vagy a felső légúti hurut kezelésére általánosságban a patikában beszerezhető készítmények tökéletesen elegendők, mézes tea, a pihenés. Akinek táppénzigénye van, azt nyugodtan jelentse be nekünk telefonon, illetve van Facebook oldalunk is, ami ebből a célból használható. És amennyiben lázas a beteg, vagy a láz elhúzódna, akkor feltétlenül kell jelentkeznie, mert akkor már a tesztelés megfontolandó. A megfázás és az influenza hasonló tünetei miatt sokakat kérnek 10 napos házi megfigyelésre az orvosok. Tesztet csak láznál, nagyobb tüneteknél végeznek, a házi orvosok már teszteredmény nélkül a beteg hogyléte alapján COVID gyanúsnak nyilváníthatnak embereket. A súlyosabb esetekről, komolyabb intézkedésekről, intézményi, iskolai helyzetekről mind a tiszti orvosi szolgálat bevonásával születik döntés. A János Somorjai Gerák Ajsa középiskolájában találtak pozitív eseteket, majd ő is belázasodott, így otthoni megfigyelésre kötelezték. Belázasodtam előző héten kedden, és mivel az iskolában több koronavírusos is van, azért kértek tesztet nekem külön. És hogy zajlott? Hát, azt mondták, hogy majd kijönnek, és végül felhívtak, hogy menjek be Győrbe, ott megcsinálták a tesztet, és most jöttem igazolásért, mert szerencsére negatív lett az eredményem. Ő azt tapasztalja, hogy a diákok között mára egyre többen veszik komolyan a maszkviselést és az egyéb óvintézkedéseket. Az itt lakó gyerekek is csatlakoztak az utcaavató hordó gurításhoz. Két új utcát adott át az önkormányzat hétfőn a lakóknak, de még kettő felújítását tervezik az őszi időszakra. Az önkormányzat 2022-ig tartó második útfelújítási programjában 19 utca szerepel, összesen 4 kilométer hosszan, ebből 11 teljes útépítés, ma még kavicsos útszakaszokon. Megmutatták a nagyoknak, hogyan is kell ezt csinálni. A Kovács és az Iparos utca kisgyerekei maguk is csatlakoztak az utcaavató hordó gurításhoz hétfő délután. A városvezetés és a kivitelező kis ünnepségen vendégelte meg az utcabelieket. Most a kavicsos helyett szilárd burkolatot kapott Kovács utca, és a megújult burkolatú Iparos utca lakossága ünnepelhetett. A legfontosabb talán az, és ezt lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy János Somorja város önkormányzatának kezelésében 130 kilométernyi úthálózat van. Csak összehasonlításképpen a nálunk 6-szor nagyobb Moson-Magyaróváron nem egészen 100. Lőrinc György polgármester avató beszédében elmondta, a város 2022-ig tartó második útfelújítási ciklus programjában 19 utca szerepel, összesen 4 kilométeren, ebből 11 teljes útépítés.
Az önkormányzat célja ugyanis, hogy a ciklus végére ne legyenek kavicsos belterületi utak a városban. Ehhez évente nagyobb összeget különítenének el erre a célra, idén 90 millió forintot. A terveket egyedül a koronavírus járvány okozta gazdasági helyzet teszi bizonytalanná. Egyetlen bizonytalansági tényező van ez a Covid vírus, ami ugye nem tudjuk, hogy még milyen hatásokkal lesz, milyen hatással lesz még a gazdaságra. Én azért bizakodó vagyok, a mi gazdasági szerkezetünk, János Somorja gazdasági szerkezete egy jó, egészséges gazdasági szerkezet. Lehet, hogy lesz visszaesés, de talán akkora nem, ami ezt mondjuk teljesen felborítaná a mi programunkat. Az Iparos utca a város fontos tehermentesítő útvonala erős forgalommal, különösen az elterelések alkalmával. Most az iskola miatt sebességkorlátozó táblák is kerültek a felújított szakaszra. Hát elég jól megcsinálták, szép. Változott-e itt a más-e itt lakni azóta, mióta megcsinálták? Hát annyit változott, hogy sok kocsi jön. Jobban kell vigyázni. Ahogy az önkormányzat, úgy az itt lakók is azt szeretnék, hogy a felújított utakon a szabályok betartásával felelősen közlekedjenek a városiak. Nagyon jó minőségű az út, versenypályának nézik. Ezt azt gondolom hátránya. Tehát én minden errefele közlekedőt arra kérnék, hogy gondoljanak arra, hogy ezen a jó minőségű felújított úton közlekednek, ahol családos emberek élnek, és akár kisgyerekek is közlekednek az úton. János Somorja a második 3 éves útfelújítási koncepcióját kezdte meg ezzel a 2 utcával. Az előzőben összesen 5,6 kilométer felület újult meg 240 millió forintból, zömmel saját forrásból, illetve pályázati támogatásból. Összesen 24 utcában 5,6 kilométer utat újítottunk fel, mindösszesen 240 millió forintért. Elhangzott, idén még a Szabadság tér utcáját burkolná le a város, illetve a Liget köz elkészült útépítésén felületjavítási munkálatok várhatók még a következő napokban. Ebb összeírás kezdődött János Somorján. Alig több mint 1 hónapjuk van a kutyatulajdonosoknak a szabályok szerint bejelenteni kedvenceiket az önkormányzati hivatal felé. Ezt településenként kötelezően törvény írja elő 1998 óta. A bejelentésre most számos lehetőséget kínál János Somorja, amiről a város honlapján és közösségi oldalán is tájékozódhatnak. A gazdáknak ebenként egy adatlapot kell kitölteniük és eljuttatniuk az önkormányzathoz október 31-éig. Az űrlap letölthető a város honlapjáról, vagy beszerezhető a Városháza recepcióján. Be lehet küldeni online vagy postai úton, illetve személyesen is leadható. Nagy sikert ünnepelhetett a városi asztali tenisz élet. A János Somorjai Klub első lett a 2019-20-as megyei bajnokságon, méghozzá minden mérkőzésüket megnyerve. A csapat múlt vasárnapi tréningén vehette kézbe a kupát, és kapta meg az érmeket egy kis ünnepség keretében. A díjazottakat Bella Zsolt alpolgármester köszöntötte a város nevében, és gratulálta nem mindennapi szezonhoz. A helyi sportegyesület szakosztályaként működő asztali teniszklub 2 csapattal vesz részt a megyei bajnokságban. Az első csapat a tavaszi félidő után a szezon végét is az első helyen zárta, a második a középmezőnyben végzett. A bajnokságot megnyerő gárda nem lép egy osztállyal feljebb a következő szezonra, mert az NB3-hoz már igazolni kellene játékosokat. Ugyanakkor jelenleg mindkét csapat szinte csak János Somorjaiakból áll. Az edzéseiket és hazai meccseiket is a művelődési házban bonyolító szakosztály számára az utánpótlás jelent kihívást. Továbbra is várnak mindenkit, aki ki akarja próbálni ezt a sportot. Újra pattog a kézilabda, a JSE legfiatalabb szakosztálya is megkezdi a menetelést a bajnokságban. A felkészülés nem volt zökkenőmentes, de a csapat így is igyekszik teljes erőbedobással a bajnokságra koncentrálni. Itt még csak egy kellemes hangulatú edzőmeccs sem mutatkozott be a helyi kézilabda csapat, de szombat délután már élesben is pályára álltak a lányok, akik a Répcelaki csapat otthonában kezdték meg a megye 1-es bajnokságot. A János Somorjai Sportegyesület legfiatalabb szakosztálya több mint fél éve alakult 2 helyi kezdeményezésére. Tavaly december környékén határoztunk úgy, hogy szeretnénk kézilabdázni. Ugye itt a környéken nem lehetett, aztán az egyik barátnőm el Zsuganics Karolinával, ő a másik alapító tag, ővele kezdeményeztük, hogy akkor János Somorján legyen kézilabda csapat, és mi kerestünk játékosokat, hogy el tudjunk alakulni. A csapat 16 igazolt játékossal kezdi meg az idényt.
Sok helyi fiatal lépett be a klubba, de idegen légiósok is erősítik a csapatot. Az edzői feladatokat Hoffer Elvira és Major Benyámin látja el. Az ősz beköszöntével ismét a kinti pályára kényszerültek a kézilabdások. Sokáig úgy tűnt, hogy a hazai mérkőzéseket is Lipóton kell majd megrendezni. De az enyhítéseknek köszönhetően október 4-én hazai pályán a sportcsarnokban fogadhatják a Fertőszentmiklósi csapatot. A döcögős kezdet után a szakosztály hosszú távú terveiben szerepel egy utánpótlás csapat létrehozása is. Én szeretnék mindenképpen a gyerekekkel foglalkozni, ez is a vágyálmam. Ugye mindenképpen kisgyerekeket szeretnék tanítani kézilabdázni. Egy utánpótlás csapat nagyon jó lenne, de sajnos erre még nincsen keretünk. Ugye így is nagyon nehezen tudtunk beindulni keret hiányában. Mindenképpen tényleg szeretnék a gyerekekkel foglalkozni, ugye az iskolásokkal. Bár a felkészülés alatt több nehézség is hátráltatta a csapatot, az edző és a játékosok is egy sikeres idényben reménykednek, ahol az elsődleges cél a tisztes helytállás újonc csapatként. Jövő szombaton ismét elrajtol az immár harmadik hanságfutás. Most már több távon is futhatnak a sportszerető amatőrök és profik. A részleteket az esemény közösségi oldalán olvashatják el. Híradónk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, viszontlátásra!